tartani azt a sebességet, aminek alapján lehetősége van 70 perces, 1 óra 10 perces félmaratoni táv teljesítésére. Mindjárt kiderül a zsűri motoron. Mát István föl szokta mutatni a hüvelykujját, ha minden rendben van. Minden rendben. Igen, köszönjük szépen. Akkor ez azt jelenti, hogy pillanatokon belül a rendőrségi villogó fényeket is látom már. A felvezető autó, a Telekom autója, illetve a Honda felvezető gépkocsija jön majd a mezőny előtt. És egy kerekesszékes is jön. Rózsa Ivánnak ugye az volt a feladat, hogy indítsa el a mezőny, de aki elindítja, annak célba is kell érkeztetnie. De Rózsa Iván Szende Attilát is segítségül kéri. Így most a Magyar Telekom vállalati kommunikációs igazgatójával együtt a Magyar Telekom márka, szponzoráció és rendezvény menedzsment osztályvezetője dolgozik a célegyenesen. Jó munkát kívánok! És kerekesszék. Ha jól emlékszem, Bók Laci volt a kerekesszékben, igen, rábólintanak. Bók László kiváló parasportolónk, a paratriatlon válogatottnak is tagja, kiváló eredményeket ért el, és ez egy igazi versenykerekesszék, amit látunk. Hálásan köszönöm meg Bók Laci nevében is a támogatóknak, akik segítettek Lacinak ehhez a géphez hozzájutni. Gyerünk, Lacikám, jó van, egy remek edzés. Bók László a kerekesszék győztes. Ő volt egyedül kerekesszékkel, de a handbike-osoknak megmutatta, hogy hogy kell menni, milyen tempót lehet itt diktálni, és akkor egy handbike-osnak kell jönnie, látom a versenyzőt, hogy közeledik. Kedves közönségünk, aki a két versenyeszközt nem tudná megkülönböztetni, vagy nem tudná, hogy miért nevezzük így az egyiket, és így a másikat, annak segítek. A kerekesszék az a sporteszköz, amelyiket a versenyző a kereket a kezével hajtja. A handbike az a sporteszköz, ahol a kereket egy lánchajtás, egy áttétel segítségével hajtja meg a versenyző. Legez a Gyuri! Bravo, bravo! Bók László ideje 1 óra 5 perc 27, Legez a György ideje 1 óra 6 perc 19. Okay. A Margit szigeten a felvezető autó látótávolságban, és mennek egymás után a legjobb zenék, és természetesen jön a taps, kedves közönségünk, itt van! Tapsol. Aki nem tapsol, tegye föl mindkét kezét és üsse össze most! Gyerünk! Lesz 70 percen belül a győztes. Számításaink szerint épp a 70-ben 69 és egy kicsi lehetséges. Látom a célegyenesben! Szerintem 69 meg lehet. Berec Lajos egyes rajtszám. Csere Lajos, neked szól a taps és a zene. És az ünneplés. Hello! Komoly Vidics itt a félmaratoni táv. Berec Lajos! Hatolnyolc!
másodperc a hivatalos idő. Here we have the winner of the half marathon, Beres Lajos from Hungary, with an official time of 1 hour and 8 minutes and 46 seconds. Rajt célgyőzelem, Beres Lajos győzelme, hiszen a telefonos kapcsolatunk segítségével minden egyes kilométernél ellenőriztük, és rögtön az élrájt és ezt a vezető pozíciót nem is adta ki a kezéből. Hasonlóképpen a hölgyeknél Földényé Nagy Judit vezet az első kilométertől kezdve. Mostantól kezdve kedves közönség, nagyjából másfél órára van szükség, hogy minden versenytől célba érkezzen. Természetesen meg fogjuk őket tapsolni. Svédországból a második, Elias Björnsson! Svédország! Second to finish is Elias Björnsson from Sweden. Időeredménye 1 óra 10 perc, 1 másodperc. The time for Björnsson is 70 minutes and 1 second. Elszáguldottak a többiektől, azok, akik már célba érkeztek, én egy újabb handbike-ot látok a célegyenesben. Suhanypólójában. Nagyon jó vagy. Jaj, a futó közeledik. Férfi egyéni verseny. Harmadik helyezettje lesz a következő célba érkező. Nagyon nagy tapsot érve, remek futás, hiszen megint csak 73 percnél vagyunk. Telekom pólóval, a 4G felirattal. Remek futókat választott magának a Telekom a mai napra. A mezőnyben Beda Szabolcs. Telekom felszerelésben a második legjobb magyar, harmadik a versenyben. 1 óra 13:12. We just had the third to finish the race. Beda Szabolcs from Hungary with a time of 1 hour and 30 minutes.